Kedves nézőközönség, akik most átavanzsáltok hallgatósággá, szeretettel köszöntelek benneteket, és még nagyobb szeretettel köszöntöm az én Raffael Emil barátomat. Szia! Szia! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és válaszolsz a nézői kérdésekre. Sok ilyen megkeresésem van, megmondom neked az őszintét. Igen? Ezért volt ilyen nehézkes az idő pontosan, ezért, de hogy is. Veled állandóan nehéz időpontot egyeztetni. Jó, hát tudod, hogy fontos ember vagyok. Igen, nagyon fontos. Tehát technikai igazgató vagy. Persze. Érkezett hozzánk egy olyan kérdés, ami nem tudom, hogy illendő-e vagy sem, bár talán csak nők esetében nem annyira, hogy hány évesek is vagyunk mi tulajdonképpen. Hát igazából én szerintem el lehet mondani. Igen. Kívánsz rá te válaszolni először? Nem, meghagyom neked az elsőbséget. Nem, meghagyom. Hát figyelj, igazából ez napszaktól függ. Igen. Általában a 20 és a 80 között érzem magam. Az érzés az egy dolog, de ennél konkrétabban nem szeretnél? Hát a 20-as éveim első felébe, hogy akkor ennyire tudok konkrétan válaszolni erre. Hát én meg... Hát pont a határvonal után vagyok. Ugye a videómban mondtam, hogy a erőse 30 pluszos, hát ez mondjuk... De azt mondom, hogy a 30-as évei második felébe, akkor lehet, hogy azt hiszik, hogy 39 és fél, szóval az gáz. Hát most igazából szerintem ez a 3 év nagyon nem fog változtatni. Na, milyen 3 év? 3 és fél. Ja, 3 és fél akkor. Igen, aki nem dikkalkuliás, ez ki tudta számolni. Dikkalkuliás. Ez ki tudta számolni. Hát miért nem májusi vagy? Mindegy, a lényeg, hogy igen, 36, jó, köszi, lapozzunk, nem szeretem. Jó, hát nem kell mondani. Tényleg akarom mondani, hogy mit titkoljak rajta. Nem, mit titkolja most? Na, miért vagyok berekedve, mert röhögtetsz? Na. Kérdezték tőlünk azt... Legalább tudna ilyen Bodrogi Gyulással énekelni. Hát, kaptunk egy olyan kérdést is, hogy mióta RP-zünk. Hát, én 2 éve játszok GTA 5 RP-vel. Igen. Előtte egy Altway kliens, Altway nevű kliensen játszottam majdnem 1 évig. Uh-huh. Utána jöttem át Budapestre játszani, és azóta is itt vagyok. Szolgálatban. Szolgálatban, most már egy ideje veled. Igen. Én pedig ugye mielőtt téged megismertelek, hát RP-szűz voltam, szóval még előtte sosem RP-ztem, csak szerettem volna, te ugye nem volt kivel, nem volt ötletem se, hogy milyen karaktert, aztán megismertelek téged, és akkor jöttem én is Budapestre, egy olyan jó 3 hónapja, én akkor kezdtem el. Meddig tervezzük csinálni, kérdezték ezt tőlünk. Hát meddig tervezzük csinálni? Hát ameddig van ékled meg kedv. Igen. Egy pénz. Igen. Ötletelésből nem volt hiány eddig sem, és hát nem tudom, most talán egy kicsit úgy lelassultak a dolgok. Hát nem is az, hogy lelassultak, kezdünk ezen a szerveren már kicsit azért. Hát kiégni, bár ezt a szót nem szeretem. Én sem szeretem, ezt másra használja. Nem, kiégni, nem folynak az ötletek, meg a megvalósítható dolgok, ugye? Hát tehát szerintem mi már elértünk ugye mindent. Tehát autóház, minden van. Már csak gyerek hiányzik. Már csak gyerek, hát az meg nem lesz. Hát nem. Annyit szerintem el lehet árulni nézőknek, hogy nem hagyjuk itt a Csodapestet, de kipróbálunk egy másik szervert is. Így van. Viszont ehhez a Emil vonalhoz, Rafael vonalhoz köthető karakterekkel. Igen, tehát gyakorlatilag hasonlóakat fogunk alakítani, mint most. A többi az maradjon azért meglepetés a nézők, hallgató közönség számára. Igen, így van, majd meg tudják, amikor meg kell tudniuk. Kaptál több olyan kérdést is, hogy kicsoda valójában Rafael Emil, ki vagy te, OOC, stb. Stb. Mennyit szeretnél te magadról elárulni? Ugye azt is kérdezték, hogy hogy hívnak, de szerintem ezt nem fogjuk elárulni. Szerintem se fogjuk elárulni. Hát, én azt gondolom, hogy... Igen. Nem azt gondolom, hanem tudom, és úgy is szeretném ezt csinálni, hogy igazából nem nagyon reklámozom magam, még nem szeretném, hogy tehát se face reveal-t nem szeretnék egyelőre, se pedig a nevemet, még egyéb személyes adatot elárulni magamról, mert nem szeretném, hogy bármiféle, mert ugye minél több az ember, annál több ilyen negatív, meg a rossz dolog is. Uh-huh. Egyelőre jó, ez nekem így inkognitóbb, ez nem azt jelenti, hogy sose nem fogom. Tehát, hogy sose nem lesz ilyen. Igen. Egyelőre nem szeretnék, nem hinném, hogy most ez befolyásolja az RP-nek a színvonalat, vagy az érdekességét. Igen, ezt én sem gondolom. Következő kérdés az, hogy honnan jött az ötlet, hogy YouTube karrier építésébe fogjál, kezdje. Jó kérdés. Hát igazából én már régebb óta szerettem volna streamelni, elkezdeni. Meg is volt igazából a háttér, tehát arra se foghatom. Tehát a megfelelő technikai, meg anyagi háttér. Uh-huh. Több streamer ismerősöm is vannak, akiknek ugye a komment szekció meg a live-ok alatt kérdezték tőlük is, hogy
hogy megtalálható vagyok-e valahol, vagy nem-e, és akkor leginkább ez nem sarkalt, hát hanem... Innen jött a felismerés, hogy hoppá, igen, neked ezt ki kéne próbálni. Honnan jött neked az ötlet, illetve mi ihlette meg Emil karakterének a kialakítását, hogy így fogalmazza? Hát, hogy mi ihlette azt, hogy igazából arra én sem tudok választ adni. Egyszer az előző szerveren, ahol én elkezdtem, nem is Emilként kezdtem, és ott volt egy akkoriban, és nagyon, nagyon ment ez az a divat, hogy mindenki mulatost hallgatott. Uh-huh. Én régebb óta szerettem a minőségi mulatost. Igen, én is. Eddig nem volt senki, akivel meg tudtam volna osztani ezt a szenvedélyemet. És ott volt egy karaoke verseny, hogy elénekeltem a Bunyós Pityut, a Polgármester úr című dalt. Vagyis hát inkább elszavartam már, hogy itt tudok énekelni. Igen. Hát meg hogy bírom folyamatosan nyomni, most igen, nem tudom, hogy itt erre a tájszólásra, vagy... Hát nézd, szerintem, hogyha ráállunk erre a dologra, akkor aztán nincs megállás körülbelül. Hát persze, mert magamat, meg téged is, meg te is szórakoztatsz engem, tehát ebből jön, én nem fáradok. Igen, én is így vagyok. Nyilván az van, hogy tehát kifogyok ötletből, meg hogy mit mondjak, meg van, hogy sok óra játék után azért elmegy a karakteremnek ez a különleges beszélstílusa. Uh-huh. De egyébként nem szoktam elfáradni, meg nem nehéz, hogyha van egy jó bevált. Igen, mert hogyha az ember élvezi, akkor nem arra figyel, hogy most elfáradok, vagy mit tudom én. Meg hát azért annyira sokat nem szoktunk játszani, tehát másfél-két órákat vagyunk. Hát volt azért több is már, hogyha olyan esemény volt. Jó, hát a maximum 3 órát szoktunk. Igen. Volt-e már olyan, hogy a való életbe átvitted Emil stílusát? Nem volt. De volt. Na? Nem volt. De volt. Hát na! Hát volt, hát figyelj veled egyébként, amikor viccesebb kedvemben vagyok, még te is úgy vagy, akkor szoktuk az én ilyen stílusba beszélgetni. Igen, de szoktunk. De igazából nem nagyon szoktam átvinni. De engem te mindig asszonynak hívsz. Hát asszonynak hívlak, ez így megragad bennem. Mondjuk én ezt szeretem, szóval ezzel. De nem tudtam átvinni, tehát én RP után sem volt még olyan, hogy úgy beszéltem volna, mint velem ezen. Meg volt. Tessék? Velem volt. Tudom, hogy volt, persze. Jaj, hát az elején, amikor elkezdtem, akkor én nem tudtam pontosan, hogy milyen lesz a beszéd stílusom. Ez így menet közben alakult ki. Először olyan finnyáskodni, ilyet akartam, de az úgy valahogy nem jött be. És akkor ez a tájszólásos tudsz, jött. Szóval akkor te, nincs, hogy befejezed a játékot, kimész, és akkor beszélsz úgy tovább. Nem volt még. Hát ugye a városban járva van ugye több állandó karakter, akikkel összefutunk, mint Antonio, mint Chester, Gustavo. Mint a... Tessék? A Gustavo. Igen, Gustavo, meg a pszichodok, és a többi. És akkor úgy megkérdezném tőled, hogy ki az, akit úgy kiemelnél közülük, mint a legszimpatikusabb? Hát nézd, hogyha az OCRC-t nézzük ezzel, én Antonioval is nagyon jóba vagyok. Chesterrel például nagyon jóba vagyunk, uh-huh, mint UC, mint OC. Uh-huh. Igazából én úgy voltam, hogy egészen júliusok a rostelepen voltam egy másik karakteremmel, okay, utána 3 órát még az úgy Emil karakteremmel, aha, úgyhogy elég sokat voltam, ott egészen márciustól ott dolgoztam a rostelepen, és akkor azt egy kicsit eltávolodtunk, most újra minden. Igen. Szeretnének megkérni arra, hogy most a te szemszögedből mondd el azt a dolgot, hogy mi hogyan ismerkedtünk össze tulajdonképpen, mert ugye én elmondtam a videómban, de most akkor mondd el te is. Hát figyelj, én úgy ismertük még egymást, hogy láttam, hogy te többször is írtál Isti videójára, amiben szerepeltem én is. Tehát te az Isti videójára többször kifejezted, hogy tetszett neked a karakterem. Így van. Aztán egyszer valahogy megtaláltad a csatornámat. Igen, nagy örömömre. Nagy örömödre, és akkor ott a csetter, hogyha mindegyiken ott voltál, akkor én még ugye nem ismertelek téged. Uh-huh. Aztán egyszer csak megtettelek moderátornak. Igen, azon tökre meglepődtem. Meglepődt? Aha. Na. De örültem is neki egyben, szóval mondom, wow. Egy ilyen híres youtubertől. Igen. Én voltam ott a legfőbb követőd rajongód, meg szerintem most is. Ja, fő jajongón voltál. Fő jajongón, igen. A líder jajongó. Na, aztán egyszer elkértem tőled, ugye nem ezzel kapcsolatban, hanem még ugye akartuk csinálni a közös Discord szervert, nem közöset, hanem a Discord szervert, amire ugye igen, a tagok csatlakozhatnak, aztán félbe maradt, elkezdtünk beszélgetni, és akkor fölmerült a kérdés, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnád te is az RP-t, mint igen, a feleségem. És akkor mondtam, hogy ugye már régóta akarom, stb. Aztán rávettél. Aztán rávettelek, és akkor az elején
igazából mikor a legelső karakteredet, hogyha mondhatom így, ugye, mikor még próbálgattad a stílusokat. Igen. Volt ez a koktélkurvás felítés kicsit. Igen. Hát jó, most... Ott, igen, mondja. Igen, nem azt mondom, ott is nagyon jókat nevettem, bár azzal én nagyon nem tudtál volna a feleségemnek elképzelni, de aztán 2-3 nap múlva hivátlanul belejöttél, és azóta is nagyon jó tartod ezt a stílusodat. Aha. Kicsit a karaktered elszállt természetesen magától, de... Természetesen. Nyilván hát megtehetjük, ugye? Mi megtehetjük, igen. Visszakanyarodva az egyel ezelőtti kérdéshez, ugye kérdeztem, hogy ki a kedvenc karaktered, úgymond, akkor ki az, akit a legkevésbé kedvelsz, ha van ilyen? Hát olyan karakter, akit egyébként én nagyon nem szeretek, nem nagyon van igazából mindenki. Talán azokat mondom, és négy szerint nem tudom mondani, akik az én karakteremet nem szeretik, és ugye ez kölcsönösen. Hát... Igen, na most, hogyha én is válaszolhatok a saját magam által feltett kérdésre, akkor én azokat nem szeretem, akik oda jönnek, és állnak egy napot folyamatosan ott a csontos irodánál, vagy kettő, és erőszakosak, és tukmálni akarják magukat. Én ilyet azt annyira utálom, hogy ezt elmondani nem tudom. Nyilván ugye azért, mert te vagy az Emil, meg az Istéje az a cég. Mesélj arról, légy szíves, hogy... Te és én milyen kapcsolatban állunk egymással, mert nagyon sűrűn hallok olyat, és ti jelen egy pár vagytok? Mi nem vagyunk egy pár. Többen kérdezték ezt a komment szekcióba. Nagyon jó barátok vagyunk viszont. Igen. Ezt is ugye YouTube-nak köszönhetjük. Így van. Igazából szinte viszonylag sokat szoktunk beszélni. Igen. Én tudok rólad mindent. Hát én tudok rólad úgy nagyjából alapvető dolgokat. Igen. Gondolom azért merült fel többekben ez az egy pár, nem egy pár kérdés, mert nagyon egyforma humorunk van, és ezáltal nagyon, hát így összepasszolunk úgy humorilag, tehát meg egyébként játékon kívül is sok hasonlóság van. Már nem kinézetre, nem vagyok lány. Nem kinézetre, hanem érdeklődésre, mit kedvelünk, mit nem kedvelünk, stb. Van olyan, hogy nagyon sokszor gondolunk ugyanarra. Persze, igen. Ez viszonylag sűrűn van. Igen. A döntésekben is általában, amikor ugye nem teljesen pénzügyről van szó, akkor általában egy véleményen vagyunk az asszonnyal. Igen. Már veled. Hát nyilván. Meg szoktunk egyezni, vannak néha egy nagyon kicsi nézeteltérések, veszekedések, hát nem is mondanám. Hát fordult elő már olyan, igen. Jó, hát tudok hisztizni. Igen, tudsz, de én is a múltkor. Persze. Kicsit rézseltem, de nem baj. Az első beszélgetésünk szerintem most ennyi volt. Remélhetőleg jön majd a folytatás. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki meghallgatott minket. Sziasztok! Én is köszönöm szépen a figyelmet.